Sziasztok, Passzori vagyok, és itt vagyok Andrással, a Mondó főszervezőjével, hogy megbeszéljük, hogy idén milyen mondókonok lesznek, és milyen új információkat tudunk ezekről. Akkor szerintem a legizgalmasabb dolog, amiről már hallottam pár dolgot, milyen cosplay versenyek lesznek idén, amik mások is nagyon fognak tetszeni. Igen, szóval a nemzetközi cosplay versenyek terén egyrészt nyáron ismét lesz Cosplay Champions Cup, ez egy olyan verseny, amit a környező országokkal együtt szervezünk. És ott már néhány éve zajlik, Covidot is egészen jól átvészelte, úgyhogy ez mindenképpen lesz nyáron, viszont még előtte lesz tavasszal egy versenyünk, a Cosplay Central Champions Crown Champions. Erről azt kell tudni, hogy ugye volt az Euro Cosplay. És volt emellett az az amerikai verseny, amely Chicagóban volt a döntő, de ilyen világszintű volt. Ugye? Igen, igen. A Bécsből lehetett kijutni. Igen, Bécsről lehetett kijutni. Ugye azt a Reed Pop szervezte. És néhány évvel ezelőtt a Reed Pop fölvásárolta azt az angol brit céget, akik az Euro Cosplay rendezvényét szervezték. És most így a Covid hatására arra a döntésre jutottak, valószínűleg már élelték egy ideje, hogy összevonják a két versenyt, tehát az Euro Cosplay mint Euro Cosplay megszűnik, és ehelyett lesz egy világbajnokság, aminek viszont áthozzák Londonba a döntőjét, és még annyit vesznek át az Euro Cosplayből, hogy lesz performance a pontozás részében, tehát színpadi fellépés. Mert ugye az Euro Cosplay-nél volt, és a Chicagói világbajnokságon nem volt. Tehát, hogy így szabályzat tekintetében eléggé hasonló. Igen, az Euro Cosplay-hez. Itt viszont nem lesz minden európai országnak saját maga selejtezője, de mi jelentkeztünk és elfogadtak minket azok közé, akiknek lesz. Úgyhogy lesz most tavasszal nálunk egy selejtező, amely ki lehet jutni a londoni világbajnokságra, ami majd októberben lesz. És ez olyan szempontból, hogy ez egy regionális selejtező, tehát más országokból is jöttek. Ez nagyon érdekes lesz. Eléggé komoly, remélem, hogy elég komoly mezőny lesz, és eléggé. Már nagyon kíváncsi vagyok. Igen, igen. És milyen érdekességet számíthatunk még tavasszal, ami érdekelheti a nézőinket? Hát, amit napokban fogunk bejelenteni, lehet, hogy mi ez a videó kimegy, már bejelentettük, az az, hogy végre Kevin McNally ellátogat hozzánk, tehát a mondókonnak az első hollywoodi filmsztár vendége meg lesz. És sajnos a Covid miatt ezt el kellett halasztani, mert ez is 19 nyarára volt tervezve. Úgyhogy, de úgy tűnik, hogy most mi összeálltak a csillagok megfelelő konstellációba, és eljön hozzánk, akit ugye leginkább Mr. Gibbsről ismerhetetek a karikáját valózaiból. Sőt, meg lehet simogatni, vagy aláírást kérni tőle képen. Igen, 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 úgy, egyrészt lesznek előadásai, tehát panelket fog tartani, és aláírás, fotózás, és azt beszéltük meg velük, hogy egy jelképes összeget fog kérni, tehát egy ilyen 500 és 1500 forint köztét. Na, ez nagyon szimpatikusan hangzik. És ezen kívül tudom, hogy voltak más elmaradt vendégeink is rájuk, vagy rá lehet számítani? Valakivel már felvettük újra a kapcsolatot, sőt, egyeztetünk arról, hogy mikor jön el. Aki, hogy mondjam, leginkább előre haladott állal a szervezés, lehet, hogy ő már a tavaszikonra el tud jönni, az Brian Muir lesz. Ő egy szobrász, aki arról híres, hogy ő készítette el a Darth Vadernek a sisakját még az eredetiben, illetve a rohamosztagos páncélt is, dolgozott az Alienen is, az eredeti Alien filmben is. Úgyhogy ő ilyen kézműves szobrászként. És neki is lesz előadás, ugye? Igen, igen, ugyanúgy. Dedikálás, aláírások efélék. És ha már aláírásokról meg dedikálásról beszélünk, akkor hogy fog kinézni a Hung Expo felépítése? Most milyen épületeink lesznek? Nagyjából ugyanaz az eloszlást fogjuk használni, mint az őszikonon használtunk, tehát a B pavilon és a mellette levő E pavilon fogjuk használni, ugye az egy új építési pavilon. Ez a két nagy. Igen, igen, igen. Ami most különbség lesz, hogy a nagy színpad nem a jól megszokott K4-be lesz, hanem az E-nek a másik felébe. Ugyanis nem tudom, figyelted, de valójában mi az E-nek csupán a felét használtuk, ahol a sushisok voltak, ott valójában volt egy behúzott válaszfal. Amíg nem mondtátok, addig nekem nem tűnt fel. Igen, szóval nem tudták, de valójában az csak a fele volt az E-pavilonnak, és most a másik felében lesz a nagy színpadunk, ami és teljesen jól be lehet sötétíteni. Ez azért hála az égnek az új modern épületeket már gombnyomással be lehet sötétíteni, lehúzni a rolókat, és akkor... Wow. Remélem, azt láthatom, hogy ezt. És akkor valószínűleg az ott levő kis termekben lesz, mondjuk az öltöző zsíri szoba, ilyesmi. Minél közelebb, annál jobb. Igen.
Úgyhogy most a legnagyobb feladatunk, hogy ruhatárat kerítsünk a K4 helye. És hol lesz a főbejárat? A szokásos helyen, az Expo, tehát a hagyományosan helyen, mert mi a variálódott, az Expo Hotel Expo tér felőli fronton, vagy az úgynevezett főbejáratot kapjuk meg, ahogy ezt a sok nagy egymás mellett kinyíló kapot, de lehet, hogy az egyel odébb levő B bejáratot is, ez majd még kiderül. És a január 13-ai bejelentésre reflektálva, milyen Covid szabályok lesznek majd életben szerinted most? Hát ezt még nem tudjuk, mert ugye egy dolog, hogy a kormányinfón elhangzott valami, már korábban is történt az, hogy kormányinfón egy nagyon karakteres, erős üzenetet mondanak, aztán két héttel később kijönnek a jobb szabályok, amiből kiderül, hogy sok kiskapu sokkal enyhébb valójában, mint amit kommunikáltak. Tehát amíg a tényleges jogszabályok nem jöttek ki, nem néztük át azokat, nem kérdeztük meg a Hungexpot, hogy ők hogy értelmezik, addig nagyon biztosat nem tudunk mondani. De ugye a szigorítás arra vonatkozik, hogy ki kap védettségi kártyát, vagy kinek lesz védettségi kártyája. Az a probléma ezzel, hogy azok, akik oltásra eddig megkapták, azon nem volt lejárati dátum. Tehát most tehát nehéz mondani, elképzelni, hogy ezek a változások hogyan lesznek kivitelezhetők. Lehet, hogy azt mondják, hogy a régiek kuka, és kiküldenek mindenkinek újat, de már csak annak, aki ember szűkebb rétegnek felel meg. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, aki el akar jönni a Mondókonra, és még nem nincs elégszer beoltva, hogy az nagyon alaposan fontolja meg, hogy én oltassa be önmagát, mert az megfelelő oltásszámmal biztos be lehet jönni a Mondókonra. Hogy bármilyen más kiskapu megmarad-e márciusig, vagy sem, tehát ez a 18 éven alatti, vagy akármi, azt nem tudjuk. Viszont ez a pozitív hír ebbe a kormányinfós bejelentésből, az megerősíti azt, amit eddig is mindenki sejtett, hogy a kormány nem tiltani akarja a rendezvényeket, vagy bármi ilyesmit, hanem csak legfeljebb a védettségi kártyán szigorítani. Tehát, hogy attól, hogy esetleg olyan intézkedések jönnek, amik a rendezvénytek ellehetetlenítik, hát legalább nem kell félnünk. Tehát, hogy mondok, hogy meg lesz tartva, és hát nagyon úgy néz ki, hogy visszatérhetünk arra, nem csak az, hogy most épp meg lesz tartva, hanem hogy úgymond rendezvény szempontból túljutottunk a járvány időszakon, tehát mostantól minden évszakban meg lesz tartva, én nagyon bízok abba ezek után. Hát mindannyian, és a jegyeket már lehet megvenni most is, úgyhogy aki szeretne jönni a Mondókonra, és akinek már van védettségi igazolványa, azok most már elindulhatnak az Early Bird jegyekért. Köszönöm, András, hogy választottál a kérdésekre, nektek pedig találkozunk március 19-én és 20-án a Mondókon. Gyertek el! A Mondós többi videóját pedig kövessetek minket YouTube-on, Facebook-on, Instagramon és TikTokon. Sziasztok! Sziasztok!